Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a DSTV Mozaik című közéleti magazinját látják. Tartsanak velünk! 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Takó Ferencné Margitot Barta Endre, Dunaújváros humán ügyekért felelős alpolgármestere. A szépkorú nagymama 1954-ben költözött városunkba, és azóta is ugyanabban a lakásban él, amely első dunaújvárosi lakhelye volt. Barta Endre humánügyekért felelős alpolgármester köszöntötte Dunaújváros önkormányzata nevében 90. születésnapja alkalmából Takó Ferencné Margitot, aki több mint 60 éve lakik városunkban. Akkor csak a vasmi utal, csak a vasmi utalta ki a lakásokat, akkor nem lehet, nem, senki más nem foglalkozott vele, csak a vasmi, és ő utalta ki a lakásokat. Mint azt az ünnepelt elárulta, természetesen az eltelt 66 év alatt, amióta itt él, jelentős változásoknak volt tanúja a város életében. Akkor, mikor idejöttünk, akkor még a vasmi úton voltak az összes üzletek, oda kellett kimenni vásárolni. Itten volt az a sarga, akkor olyan sarga épületne, azóta rendőrség. Úgyhogy a kórház az még nem volt egyáltalán, mert volt ott olyan négy, ahogy így megyünk be le a Dunára. Itt ezen az oldalon, ott a Dunapartnál van három vagy négy emeletes épület, azóta kórház valamikor. Én még ott szültem a fiamat, a kisebbiket. A szépkorú asszony hajlott kora ellenére fitten, egészségesen tölti mindennapjait, saját maga főz, és segítség nélkül ellátja magát. A Baracsi úti arborétumban lévő hidat is felújították a képzés során a Hunor és Magor egyesületek tagjai, akik a Lebuki patakon átívelő új hidat készítették. Orosz Csaba, a 10-es számú választókörzet önkormányzati képviselője a megszépített építményt a DSR röplabdázóival közösen festette le annak érdekében, hogy valóban dísze legyen az arborétumnak. A DSR röplabdázóival közösen festi a megújult hidat Orosz Csaba, a 10-es számú választókörzet önkormányzati képviselője. A felújítás a közelmúltban a Hunor és a Magor egyesületek dunaújvárosi képzésén készült el. Múlt héten a Hunor mentőszervezettel és más segítőkkel egy hidat építettünk a Lebuki patak fölé, de ugye a tervezési időszakban volt a szabad kapacitásunk, hogy kitaláltuk, hogy itt a dunaújvárosi arborétumban egy leromlott hidat felújítunk, és ezt a lepattanó időbe a Hunoros és Magaros és Pentele kollégákkal meg is oldottuk. A másik baleset veszélyes volt. Igazából most jelenleg nem lehet ezen a hídon bejutni az arborétumba, de fejlesztési tervek vannak, és akkor majd, ha megújul az arborétum, akkor ez a híd is használható lesz. Szerintem érdekes lehet akár egy biológia, környezet, földrajz órán, a hídon állni, vagy akár egy fizika órán, és nézni, ahogy a víz folyik, illetve a természet körbeveszi. Szerintem ez egy jó helyszín lehet. Itt a másik oldalon, a híd másik oldalán egy tűzrakóhely is van, hogy akár családok is vasárnapi grillezést megoldhatnak itt. Én szerintem ez egy létező híd volt, amit nem lehetett használni. Szerintem fontos volt, hogy felújítsuk, és most már biztonságosan állhassunk rajta. Az utolsó simításokhoz Orosz Csaba újabb segítőket vont be a munkába. Arra nem volt időnk, hogy le is fessük, úgyhogy most a Dunaújvárosi Röplabda Akadémia segítségét kértem, akik az edzések között szakítottak rá időt, de most egy kicsit megcsiszolgatják, illetve majd lazúr festékkel lekenik a hidat, hogy minél időtállóbb legyen. Az említett segítők ezeket a DSR röplabdázói nyújtották. Hát le kell festenünk a hidat, fönt ezeket a résztámasztókat igazából, korlátokat, meg a padlót. Szerintem menni fog, addig jól csináljuk, egész gyorsan, és jól is, úgyhogy reméljük menni fog. A Lebuki patak fölé épített teljesen új híd mellett, tehát egy másik átkelő is megújulhatott a 10-es körzetben, a Baracsi úti arborétumban. A vasműúti platánsor emlékét őrzi majd meg az a fa, amelyből műalkotás készít Móder Rezső, Rohonci István, Nyitrai Mihály, Molnár János és Nemes Ferenc. Az elkészült művek várhatóan az ősszel kerülnek majd ki a közterületekre.
A Vasmű úti platánsornak állítanak emléket dunaújvárosi képzőművészek. Ehhez az egyik kivágott fát használják fel, amelyen modern rezső motívumai jelennek majd meg. Az így elkészült alkotásokat várhatóan ősszel állítják majd ki. Mivel a képzőművész tavaly egy súlyos sztrókon esett át, emiatt nem képes új munkákat alkotni, így úgy vélték, lehetőséget biztosítanak számára, hogy nehézségei ellenére is új műveket adhasson át az utókor számára, annál is inkább, hiszen a helyi művészeti élet egyik meghatározó mestere. Ezáltal a vasműúti platánfák emléke velünk marad, nem csak szívünkben és emlékeinkben, hanem valós formában is. A műalkotások tervezett kihelyezéséről megkérdeztük a dunaújvárosi lakosok véleményét is. Szerintem jó ötlet. Inkább, mint hogy tűzifa legyen. Helyesnek tartom, az nagyon jó kis emlék lesz. Annak örülök nagyon, és díszíti is a vasműutat. Szerintem jó ötlet. Jó ötlet. Nem tudom, milyen lesz. Az újságban volt valami, nem tudom, hogy az volt-e már, vagy nem. Persze én valami fafaragványra gondoltam. Az eredeti elképzelések szerint csak a Vasmű úti őspatika előtt állítottak volna ki emlékül egy fát, azonban végül még egy kiállítótér emlékeztet majd a platánsorra. Bász Péter már több évtizede vasműs munkavállaló, jelenleg az ISD Kokszoló Kft. Műszaki igazgatója. A szakember számára már gyermekkora óta fontos a sport, tapasztalatait és tudását a Dunafer Esek kajakkenú és sárkányhajó szakosztályánál kamatoztatja. A Dunaújváros sportjáért díjas kollégával beszélgettünk. Pász Péter vegyészmérnökként végzett a Veszprémi Felsőoktatási Intézményben, már ez idő alatt is kapcsolatban állt a vasművel, ösztöndíjszerződéssel. A diploma megszerzése után a Kokszolóhoz került, és azóta is ott dolgozik, jelenleg műszaki igazgatói pozícióban. 1979-ben érettségeztem a Bánkiban, helyi szakközépiskolában, utána Veszprémben tanultam tovább, vegyészmérnökként végeztem 84-ben. Végig volt vasmű ösztöndíjszerződésem, és vegyészként a Kokszoló gyárrészlekhez kerültem annak idején, és nagyon-nagyon nehéz volt az eleje belekerülni egy ilyen nagyon finom egyetemista életből egy nagyon durva anyagi világba, és nagyon megszerettem érdekes módon. Teljesen bejött, és már imádom csinálni, gyárban csinálhatok. Sok beosztásom volt. Ami érdekes, hogy én sohasem akartam feljebb kerülni, kitörni, valahogy úgy mindig úgy előrébb kerültem, megtaláltam a munkát, megtaláltam a nehézségeket, ezeket megoldottuk valamilyen szintig egy kollégákkal, és ennek hatására választottak, kiemelkedtem följebb. Jelenleg 2001 óta vagyok a ISD Kokszoló Kft.-nek a műszaki igazgatója. A reggeli műsor általában mindig ugyanaz, átnézni, mi volt előző nap, termelés, karbantartási oldalt, ezt megbeszéljük kollégákkal reggeli megbeszélésen, és utána nagyon változatos, és ez is jó benne, hogy hol egyik üzemrésszel foglalkozunk, hol a másik üzemrésszel foglalkozunk, fejlesztésekkel, beruházásokkal, személyügyekkel. Ezért jó, mert mindig mást lehet csinálni. A tevékenységem részben irodában zajlik, de nagyon gyakran kimehetek üzembe is, és azt igazából szeretem. Tehát látni, hogy mi történik a termelőegységek között, az emberek hogy dolgoznak, milyen problémáik vannak, mik a nehézségeink, ezeket lehet kint megtalálni és megoldani. Pász Péter már gyermekkora óta sportol, a középiskolai tanulmányok alatt vált kajakossá, és már több mint 15 éve tölti be a Dunafer Sportegyesület kajakkenú és sárkányhajó szakosztályának vezetői posztját. A szüleimtől szeretném ezt a részt kezdeni. Ők nagyon nagy túrázók voltak, és engem mindig vittek kirándulni, ha szerettem, ha nem. De megszoktam és megszerettem, így tudok kötődni a természethez. És amikor a Bánkiban tanultam, akkor lettem kajakos, imádtam ezt a világot, jó csapatban, jó levegőn, mozgás, barnák voltunk, napoztunk, meghaltunk a vizen, és imádtuk az életet. Kiváló edzőim voltak, Hubikné Tarján Éva elsősorban, és nagyon jó volt. Amikor Veszprémbe kerültem, ott nem volt ilyen vizes lehetőség, ott
minden másra próbálkoztam, de nem annyira szerettem azokat a mozgásfajtákat. És később, mikor már itt a városban lakva családunk lett, lejárogattam a csónakházba, kértem kölcsönbe egy kajakot, kivittem evezni, és a pár metr azt mondta, hogy na, megyünk már egy kajakot. És ettől kezdve rendszeresebben jöttünk le, már főleg együtt is, és nem is tudom, hogy mikor, de felkértek, hogy segítsek már megoldani egy kis műszaki problémát, egy kis ezt, azt, és szép lassan átalakult a tevékenységem a saját kajakozósból a társadalmi munkát végző szakosztályvezetői tevékenység felé. Ez olyan 2003-4 között történhetett. Pász Péter elmondta, a Dunaferben végzett munkáját kiegészíti a sport és az egyesületi tevékenység. Feltöltődést jelent számára a szakosztály támogatása, és ebben felesége, családja is partner. A munkaidő a gyárban az nem csak 8 óra, hanem inkább 10, kicsit néha több is. De ha csak azt tudnám csinálni, és nem lenne más kiegészítő tevékenység, az nagyon nehéz lenne és fárasztó. Hát engem a kajakkenú szolgálata, amit itt annak tekintek és örömmel végzem, az erővel tölt fel, érzelmi töltést ad, itt barátságokat találunk, versenyeken szurkolunk, megoldunk szervezési kérdéseket, nehézségeket. Ez mind-mind kiegészíti a vegyészmérnöki kokszolós tevékenységemet. Kell, tölt. A család megsegít benne, mögöttem vannak. Előbb is említettem, a párom jár velem kajakozni, tehát sokat vagyunk együtt és a vizen. Indult egy túraszakosztályunk, tehát rengeteget megyünk együtt hétvégenként vízre, Dunára, evezünk velük, igyekszünk a várost megmozgatni. Tehát nem csak az a célunk Pető Zsolt elnök úrra, hogy termeljünk ki él sportolókat, hanem célunk az is, hogy a városban élőknek adjunk lehetőséget arra, hogy mozogjanak. A kimagasló színvonalon, lelkiismeretesen és példaértékűen végzett sporttevékenységének elismeréseként Dunaújváros megyei jogú város közgyűlése a Dunaújváros sportjáért díjat 2020-ban Pász Péternek adományozta a februári ülésen. Nagyon meglepődtem és örülök ennek az elismerésnek. Azért tartom nagyon értékesnek, mert ez nem olyan, mint egy versenyen befutni a célba és valahanyadikként helyezést kapni. Erre senki nem számít, aki ezt megkapja szerintem. Hát ez tényleg az, amit úgy adnak valamennyi tevékenység, valamennyi időben végzett munka után, ezt nem lehet elvárni, csak örülni lehet neki. Hogy mit ad? Hát egyrészt hallgattam, ahogy a versenytársak, az edzők, az elnök úr nyilatkozott rólam, és ez nagyon-nagyon felemelő volt. Fantasztikus érzés volt hallgatni. Külön a értéknek tekintem azt, hogy ahogy ezt megkaptam ott a közgyűlési teremben, az is óriási élmény volt, és rengetegen hívtak azóta, rengetegen dicsértek, és ismertek el a munkámat, és én ezt nem is éreztem eddig munkának, és még most sem érzem annak. Ez egy nagyon kellemes, bár néha harcos tevékenység, és örömmel fogom később is folytatni. Pász Péter pénzügyi támogatóként is lényeges szerepet vállal a szakosztályban, hiszen minden évben jelentős összeggel segíti a működést. Az önkéntesség jó példája, ugyanis feladatait társadalmi munkában, juttatások és költségtérítések nélkül végzi. A következőkben az Ormos Intézet összeállítását láthatják. Köszöntöm Önöket! Hogyha gyakran járnak színházba vagy koncertekre, akkor Önök is érezhetik úgy, hogy a népesség jelentős része krónikus köhögésben szenved. Stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Doktor úr, a köhögés az ugye természetes egy-egy nátha idején vagy azt követően, de van, aki éveken át küzd egy krónikus köhögéssel. Mi lehet ennek az oka? Hú, rettentő sok oka tud lenni neki. Alapvetően felső légúti, gégészeti okból lehet ilyen probléma, tüdőgyógyászati okból, és a harmadik leggyakoribb oka az pedig a reflux szokott lenni a dolognak. Tehát ez az első három, amit ilyenkor figyelembe kell venni.
Bármelyik területen találjuk meg az okát a köhögésnek, azt a területet, ha kezeljük, akkor a köhögés mint tünet elmúlik, de hát nem lehet nem figyelembe venni a környezeti hatásainkat, légszennyezettséget, esetleg szárazabb levegőt a környezetben. Nem lehet nem figyelmen kívül hagyni azokat a hatásokat, amiket mi okozunk magunknak, többek között például a dohányzással. És hát sajnos az allergénektől is a felső légutak azok ingerületbe tudnak jönni, és akkor egy ilyen szezonális jellegű krónikus köhögés tud az egészből lenni. Hát nagyon-nagyon sok oka tud lenni. Amikor valaki krónikus köhögésről panaszkodik, akkor én általában elsősorban a gégészeti területet szoktam átnézni, illetve átnézetni. És miket kell ott megnézni pontosan? Ilyenkor legsűrűbben az szokott lenni, leginkább az szokott lenni a háttérben, hogy az orrból, illetve az orrnak a melléküreg részeiből genny, nyák, nyálka fokozott mennyiségben csurog lefelé a garatfalon, és ez az, ami végső soron krónikusan köhögésre ingerli azt, akinél ez a helyzet fennáll. És honnan termelődik ez a nyák és nyálka, és mi ennek a kiváltója? Hát több tényezős a kérdés. Jöhet a melléküregekből, az orrnak ugye vannak melléküregei, ez egy rendszer tulajdonképpen. Bármelyikben torlódik föl nyák, az egy idő után túlcsordóval le tud csorogni a hátsó garatfalon. Porzasztóan hangzik. Hát, de megtörténik, hát ez az izgalmas, hogy ez a valóság. És hát a másik általában az szokott lenni, hogyha valakinek az alsó orrkagylója túlságosan nagy, akkor az a nyák, ami normálisan előrefele ürülne az orrból, annak tekintve, hogy az orr folyamatosan be van dugulva, nincs más útja, mint szintén hátrafele csorogni. Hát általában ezeket találjuk. Egy gégészeti vizsgálat, illetve egy CT vizsgálat általában az orrüregről, illetve a melléküregekről azt szépen meg szokta tudni találni ennek az egésznek az okozóját, és aztán utána a gégész kollégákon a világ szeme, hogy ezzel mit tudnak kezdeni. És mit tudnak vele vajon kezdeni? Illetve mikortól tekinthető krónikusnak egy köhögés? Egy-egy nátha influenza után nagyon sokan éljük meg azt, hogy akár egy hónapig is tudunk köhögni, de aztán elmúlik. Mikortól, mi az időtartam, amitől kezdve érdemes orvoshoz fordulni? Hát általában azért 2-3 hónapig tartó folyamatos köhögés, az már olyan, főleg visszatérő jelleggel, az már olyan szokott lenni, amit krónikus köhögésnek hívunk. Most ennek a hátterét ezt azért muszáj vizsgálni, mert az előbb említetteken kívül azért még lehet az illető tényleg asztmás, lehet az illetőnek egyéb belgyógyászati betegsége, ami miatt ő krónikusan köhöghet. Hogyha ezeket szépen kizárjuk, illetve ha első körben gégészeti okot nem találunk, akkor jön a többi lehetőség, amit szintén végig kell vizsgálni, de azért mégiscsak a leginkább előforduló dolog az a felső légúti ok. Na most ez egy vizsgálat sorozat. Mit tapasztal, doktor úr, hogyha az emberek megjelennek önnél egy panasszal, az addig oké, hogy eljut önhöz, de utána végigcsinálják ezeket a hosszadalmas procedúrákat, hogy kiderítsék, hogy mi is az ok tulajdonképpen, vagy ők csak szeretnének egy gyógyszert és hazamenni minél hamarabb? Hát ha szeretnének egy gyógyszert és hazamenni, az azután lehetséges, miután pontosan tudjuk, hogy ők mitől köhögnek. A kivizsgálás amúgy egyébként nem túl hosszadalmas és nem is megterhelő, tehát kell, hogy legyen egy gégészeti szakvizsgálat, és szoktunk kérni egy arckoponya CT-t, hogyha itt megvan az ok, akkor általában a gégész kollega vagy gyógyszeresen, vagy nem gyógyszeresen, de ezt a dolgot ezt tisztázni tudja. Nagyon extrém helyzetben, hogyha valakinek úgymond idézőjelbetéve rendet kell rakni az orrában, mert amiatt nem normális a levegőnek az áramlása, illetve a nyálkörülésnek a szituációja, a helyzete, akkor lehet, hogy esetleg az orrkagylókat meg kell faragni, az orrsövényt meg kell faragni, tehát olyan helyzetet kell teremteni az orrban, amely a nyálkörülését normális irányba tereli. De hogy mindenképpen van megoldás, tehát van, ne legyítsünk rá, hogy ez nekem így van évek óta, és ez így is marad. Nem, van rá megoldás, és azért érdemes ezzel alapvetően foglalkozni, mert egyrészt a krónikus melléküreg gyulladás az folyamatosan akut fellángolásokkal tud tarkítódni, tehát hogyha valakinek egy időnt melléküreg gyulladása van, és mondjuk lesz náthás, ugye téli szezonban, akkor nagyon könnyen lehet neki akut melléküreg gyulladása, és ami már durvább panaszokkal jár, amit már tényleg muszáj gyógyszerekkel kezelni, meg egyéb módszerekkel is kezelni, plusz a másik az, hogy azért ez, hát bárki megítélheti azt, hogy egy folyamatos nyáksorgás azért az a lehető legkülönfélébb szituációkban, a lehető legrosszabb időszakban tud köhögéshez vezetni. Lásd egy színházi előadás, ahol egyébként nagyon érdekes megfigyelni azt, hogyha valaki elkezdi, az futótűzként vonul végig az egész. Szokta figyelni, hogy neki a hörgőjével van baj, lehet, hogy neki refluxa van, doktor úr felismeri így hangról. A köhögések között van általában különbség, igen. Igen? Hát az igen, ezt lehet, néha-néha ki lehet hallani, hogy hát, az illető... Hát, hogy jön a paciens önhöz, akkor megkérjük, hogy köhögjön, hallgatja, és abból kiderül. Hát, ha ezt kérni kell, akkor már jók vagyunk, de általában ez spontánul megtörténik. Amit
biztos, hogy ilyenkor át kell értékelni az a dohányzás, mert az semmiképpen nem tesz jót az egésznek. A dohányosok sajnos általában is bizonyos idő után elkezdenek köhögni. Nekik akkor igazából nem okoz, nincsen megoldás azon túl, hogy letegyék a cigarettát. Hát a felső légutaik helyzetének sem segít a dohányzás, és sajnos a tüdő alsóbb részeiben sem jó az, hogyha az illető dohányzik. Nagyon-nagyon súlyos időt hörkurutot tud okozni az, hogyha az illető dohányzik. Én nem is a tüdő daganatokkal szoktam ilyenkor igazándiból példálozni, mert az egy becsületes betegség. Megvan, vagy meggyógyul, vagy az illető belehal. De az időt hörkurut az nem, az időt hörkurut az évekig tudja kínozni a beteget, és annak a kialakulása az, amitől én igazán rettegnék, hogyha dohányoznék. Tehát a krónikus köhögésre van megoldás. Van, szinte minden esetben van. Csak utána kell járni. Így van. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Korábbi anyagainkat újra megtekinthetik honlapunkon, Facebook, illetve YouTube csatornánkon. Tartsanak velünk jövő héten is. Viszontlátásra!